Na, induljunk! Apátin megtartották azt a szép és látványos szokást, hogy a templom elől indulva fáklyás felvonulás kigyúzik a vásártérre, ahol a Szent Mihály napot ünneplők várják a nagy, közös tábor tűz fellobbanását. Amíg várakozunk, ehetünk, ihatunk, édességet majszolhatunk, míg egyszerre csak be nem népesedik a színpad. A Fricska táncegyüttes világrekorder testvérpárja alig pár perc alatt teljesen meggyőzte a jelenlévőket, hogy nem véletlenül ők a világ leggyorsabb táncosai. Produkciójuk igazi kuriózum, ami jó felvezetése volt a népi hagyományokból eredeztethető örömtűz teátrális megnyitásának. Hiányzott már a közösségi program? Hát igen. Igen. Hiányzott már nagyon. Tényleg? Hogy értétek meg ti ezt az időszakot, nagyon, amikor nem lehetett kijönni gyakorlatilag? Hát, kicsit ezen. Ezen? Igen. Apátiak vagytok? Jászberényiek. Jászberényiek. És eljöttetek Apátiba a közösségi programra? Én itt lakom. Ja, hogy te itt lakom. Ja, értem. És mit szóltok hozzá? Hát, nagyon klassz ez a kivizomból produkció, ez nagyon tetszett nekem. Igen, nekem is nagyon tetszett. Csodálatos volt. Nagyon kedves a fogadtatás. Tehát itt a bor, amit ihatunk, meg melegedünk, és zsíros kenyér hagymával, isteni finom. Legjobb, és még talán este koncert is. Hát nagyon reméljük, mert arra várunk. Igen. Hiányoztak ezek a közösségi rendezvények? Persze, mi mindig megyünk, ahol meghalljuk, hogy van valami, mi megyünk Jászberényből. Ja, hogy onnan jöttem? Ja, persze. Igen. Én Jákó Almáról jöttem, és itt voltunk a nyáron is, a képviselő úr meghívott bennünket a Babfesztiválra, és nagyon jól éreztük magunkat, és minden évben eljövünk, és minden, amikor van rendezvény Apátira. A kellemes őszi est fénypontja viszont nem csak a nagy tűzzel égő mágia volt, hanem az Apostol együttes 50 éves jubileumi koncertje, mely a járvány miatt a fővárosban elmaradt. Jász Apátin viszont igyekeztek bepótolni az ünnepléssel együtt. Isten éltesse az apostolt, Isten éltesse a Jászság, Jász Apátin minden lakóját. Mikor gyermek fejjel homok várat építettem én, kicsim a szökőtökkal alakúttal szépítettem én, aztán jött egy bácsi rálépett, és összetört a bár, utólag már sopánkot nyitál. Egy országos kezdeményezéshez csatlakoztunk annak idején a Szent Mihály napi tűzgyújtással, és hát meghagytuk, megmaradt ez a rendezvény, mert sikeres volt, sikerült mindig olyan előadókat meghívnunk, akik közönségcsalogatók voltak, és hát úgy gondolom, hogy most is így történik. A most induló kis farsangi rendezvény szezonhoz képest erősen kezdett a város. Persze a Szent Mihály napi programok lényege pont ez, hogy újra összehozzák a helyi közösségeket, és emlékeztessenek bennünket, hogy milyen jó itthon lenni. A koronavírus járvány tavaszi bezárkózása után most már azt is újra tudjuk értékelni, hogy milyen jó együtt is lenni.